Természetesen a március sem telhet el Divatfórum magazin nélkül. Sziasztok! Ebben a hónapban három üzletbe látogatunk el. Kezdjük a Kortézi Pékségben, utána megnézzük, hogy mi a kínálat a Mayo Chicksben, végül pedig az elegáns ruhák világába, az Envybe látogatunk el. Tartsatok velem! A forgatást reggel 9 órakor kezdtük, és egyszerűen nem tudtunk ellenállni a Kortéziből áradó finom péksütemény illatnak. Gyorsan be is mentünk, ahol az üzletvezető Anna Mari beszélt nekünk arról a sok és minőségi finomságról, ami náluk kapható. Ez a pékség 2009-ben nyílt. Célunk az, hogy a legjobb minőségű terméket kínáljuk a vevőink számára. Folyamatosan megújítjuk a kínálatunkat a vevőigények szerint. Mi az, ami majdhogy nem fixen megtalálható? Most itt mi is, hogy megreggelizzünk ide magunk elé, kértünk néhány nagyon-nagyon finom szendvicset, tehát szendvicsek már vannak, de milyen szendvicseket találhatunk meg nálatok? Szendvicseink nagyon sokfélék, a vegetáriánus szendvicstől kezdve a húsimádó szendvicsig mindenféle. Attól függ, hogy kívánságra is készítünk egyébként szendvicset. Tehát, hogyha én bejövök, és mondjuk nincs úgy elkészítve, hogy magvas és roskanyérből készüljön, de ne legyen benne hús, akkor ti természetesen elkészítitek úgy, ahogy az én igényeimnek ez megfelel. Jól értem? Igyekszünk, igen, minden vevőnek az igényét teljesíteni. A hagyományos fehér kenyéren kívül mindenféle legmodernebb kenyerek megtalálhatók, a teljes körülésű, több magvas kenyértől kezdve, többféle rost kenyérrel tudunk szolgálni a vevőknek, akár diétás kenyereink vannak, diabetikus kenyereink vannak, csökkentett szénhidrát tartalmú, magas fehérje tartalmú kenyereink vannak, tehát hát tulajdonképpen teljes a választék. Ugye meg vannak nálatok nagyon-nagyon finom pogácsák, én azokat nagyon szeretem, abból is hatalmas választék van, viszont édességekkel is foglalkoztok. Mi mindent lehet nálatok kapni, hogyha valaki egy kicsit édes szájú? Nagyon népszerű most a makaronsz, vagy nagyon szeretik a muffinjainkat, illetve az amerikai fánkjainkat is. Nagyon keresett termékek, illetve vannak cukrász termékeink, ezek közül a minyon, ami a legfinomabb, amit a legjobban szeretnek a kedves vevők, kókuszkocka, piskóta tekes, tehát ezek a hagyományos sütemények, amit mindenki szeret. Nehéz úgy interjúzni, hogy közben az embernek a nyál összefut a szájába, amikor ilyen sok finomságról beszél, de ugye tulajdonképpen nem csak meg lehet itt vásárolni nálatok a termékeket, utána el is viheti az ember, de hogyha gondolja, akkor itt helyben el is fogyaszthatja, és természetesen különféle kávékat, kapucsinókat is árultok, illetve van valami, ami nagyon-nagyon egészséges, és ott található a pultnál, az mi? 100%-os frissen facsalt narancslevünk van, amit nagyon-nagyon szeretnek a kedves vevőink, illetve a kávéjaink. A kávé nagyon különlegesek, igyekszünk mindig újítani azon is. Nyáron jeges kávékkal kedveskedünk, télen pedig a forró teától kezdve. Az állandó termékeink ugye a cappuccino, a melancs kávé különlegességek, de sima espresszó kávét is ugyanúgy szeretik a vevők. A Mayo Chicksben mindig szuper, friss és fiatalos ruhákat lehet találni, ezért is szeretem annyira ezt az üzletet. Idei tavaszi kínálatuk is bőséges, hiszen azt sem tudtam, hol kezdjem a válogatást. Végül 3 szettet is találtam, ami igazán a kedvemre való volt. E
Ebben az összeállításban nagyon tetszik a farmer megoldása. A nadrág virág mintázata diszkrét és ízléses, mégis nagyon feldobja ezt az egyszerű viseletet. Felsőnek egyszerű laza felsőt választottunk, majd az egészet ezzel az édes kis rövid farmer kabátkával dobtuk fel. Igazi utcai tavaszi viselet. Ebből a farmerből két szettet is ki lehetett hozni, egyik esetben egy bőzsebes megoldású pólót választottunk. A másik esetben pedig egy kicsit csajosabb csíkos felsővel, és ezzel a gyönyörű bőrkabáttal koronáztuk meg az öltözéket. A harmadik összeállítás igen nőc is lett. Egy egyszerű szabású ruhát választottunk, ami azonban nagyon kényelmes viselet. Egy tavaszi vékony csizmával ugyanúgy hordható, mint egy balerina cipővel vagy magas sarkúval. Ha igazán nőies ruhát szeretnénk, akkor mindenképp érdemes bekukkantanunk az Envy-be. Ugye nem titok, hogy én az Envy-ből szoktam a híradóhoz, az Este Héthez választani a ruháimat, de nagyon-nagyon nagy választék van nálatok, és hát ugye kitavaszodott, mit jelent ez itt az üzletben? Bizony a hosszú téli hónapok után végre itt van a jó idő, lekerül lassan a kabát is, és a jó idő az kedvez a szép ruháknak. Az Envy és a sötét színek után most már kitavaszodtunk a színekben is. Nagyon szépek a ruháink, nagyon sok pasztelszín van, de a merészebbek választhatják akár a virágos színeket, vagy az élénkebb pink színeket, nagyon szép a lazac, a piros, vannak zöld-kék színeink. A jó időben a szép ruha nagyon fontos, mert a nőknek az önbizalmát is növeli az, ha abban a tudatban vannak egész nap, hogy egy nagyon szép ruhát viselnek. Mi a helyzet a dolgozó hölgyekkel, akik például olyan irodában dolgoznak, ahol muszáj megjelenni, ügyfelekkel találkoznak, számukra mi mindent tudsz ajánlani? Természetesen az Envy gondol a dolgozó nőkre is. Nagyon fontos, hogy akik egész nap irodában dolgoznak, egy kényelmes ruhát viseljenek, amiben jó a komfortérzetük. Nagyon szeretjük a pamut ruhákat. Nem izzad bele az ember, nagyon mutatós, nagyon könnyű mosni, nem kell vasalni, ami azért nem egy utolsó szempont a világban. Ugye a dolgozó nőnek nagyon kevés az ideje. Például ami rajtam van is, egy nagyon kényelmes dolgozós viselet, mutatós, azért jól lehet érezni magunkat benne egész nap. Sőt, hát azért ezeket a kis ruhákat is fel lehet dobni, hogyha mondjuk valakinek van egy kis pocakja, vagy szereti a kiegészítőket, akkor nagyon szép kis szatén szalagot lehet hozzá kötni. Mutatom. És tulajdonképpen így egy elegánsabb mi is csak, és akkor kaphat. Mindjárt már egy ilyen kis cuki ruhát kapunk ebből a kis egyszerű viseletből is. Egy 5000 forint értékű fórumvásárlási utalványt nyerhet az, aki helyesen válaszol az alábbi kérdésre. Mikor nyílt a fórumban a Kortézi Pékség? A. 2009, B. 2014. A válaszokat április 14-éig várjuk a divatforum@alfoldtv.hu címre. Köszönöm, hogy ismét velem tartottatok, természetesen várlak benneteket Divatfórum magazinnal a következő hónapban, addig pedig sziasztok!
A műsorvezetőt a Telivej öltöztette. Média partnerünk a Hajdu Press hírportál és a Fórum magazin.